jogilag elvileg minden férfi és nő egyenlő, de hát azért látszik, hogy a való életben ez nagyon nincs így. Például elég, hogyha a parlamenti képviselők összetételére gondolunk, ilyesmi. Igen, az... Vagy akár a munkahelyeken azonos beosztású, azonos képzettségű emberek fizetésbeli különbségére nők hátrányban vannak, ez látszik. Aha. És mondjuk a hétköznapi életben is vannak ilyen egyenlőtlenségek? Persze, a családon belüli erőszaknak rengeteg formája van, amiről lehet hallani híradásokban mostanában, meg, vagy akár maga a verbális erőszak, ami gyakran megnyilvánul nők ellen. Igen, nekem is például. Bocsánat, befejezem. Arról van szó, hogy a nők azok gyakorlatilag egy elnyomott nemet képviselnek, olyan, mint bármilyen más kisebbség. Egyébként ezzel most már foglalkoznak is tudományosan is. Mit tanul az Anna? Gender studies. Igen, a gender studies. De hogyha... Most nekünk lassan menni kéne, hogyha nincs több kérdés, akkor... Hát még egy utolsó kérdés. Személyes tapasztalatotok esetleg a témában van?